Serénykedők a Tücsökúti Közösségi Ház udvarán, a játszótérből errekesztett ágyásban már mutatják magukat a sarjadó zöldségek. Ami kicsiben működik, miért nem menne egész udvarnyi területen, tette fel a kérdést 2013-ban a Váci Egyházmegye vezetése. A kiskert program fölött bábáskodó vidékfejlesztési iroda tapasztalatai szerint egyre többen értik meg, hogy a porta parlagon hagyott szeglete remekül hasznosítható. Mindenki nagy örömmel fogadja minden évben, látszik is a fejlődése a programnak. Az első évben 50-70 családdal indultunk, most ebben az évben 450 családnak sikerült vetőmagot adnunk. Sőt, 2015-től a kertészeti alapismeretek oktatása is beindult. A padban elsajátított tudás utóbb a család örömét szolgálja majd. Most nagyon sok mindenem terem, borsó, akkor retek, paradicsom, paprika, káposzta, karfiol, rengeteget, amit én nem is tudtam ezelőtt, most viszont bebírom vinni. Elsajátottam a tanfolyamon, mert amíg nem sikerült volna. A vegetációs időszak alatt háromszor látogatja meg az érintett családokat a programot gondozó Váci Egyházmegye illetékese, aki kifejtette, a szolnoki önkormányzattal különösen gyümölcsöző a kapcsolat. Szabó István alpolgármester kiemelte, az önellátás biztonságot ad a családoknak. Ha őszintén belegondolunk, az 50-es, 60-es években Magyarországon éhínség lett volna, hogyha a háztáji gazdaságok nem biztosították volna a lakosság ellátásához a nélkülözhetetlen élelmiszer utánpótlást. A Tücsökúti Közösségi Ház teraszán sorakozó palánták közül elsőként a paradicsomra került sor. Eléggé hosszúak, úgyhogy vagy mélyre kell ültetni, akár ennyivel mélyebbre is lehet ültetni, vagy pedig el kell fektetni, de ha ez se, akkor meg kell karózni. A kiskert program Jász-Nagykun-Szolnok mellett Nógrád, Pest és Heves megyét érinti.